Jó reggelt! Üdvözöllek titeket a legújabb Mit viseltem a héten videóban, és egyben az ünnepi héten, amikor is minden nap lesz egy videó és egy nyereményjáték a csatornán, vagy valamelyik felületemen. Kezdjük rögtön egy klasszikussal, amit mindig nagyon szerettek. Összeraktam két dobozt tele sminkkincsekkel, és a videó végén fogom elárulni, hogy hogyan tudtok jelentkezni értük. Rettentően fáradt vagyok, mert hétfő kora reggel van, és el is kell készülődnöm méghozzá ezen a héten végig az alapján, amit ti határoztatok meg nekem Instagramon. Szóval kvázi ilyen, hogy is neveztem a legutóbbi ilyen videóban, már vagy két éve volt, vezetett kreativitás, vagy irányított kreativitás lesz ennek a hétnek a témája. Az öltözködésemnek bizonyos részleteiről, vagy részleteivel kapcsolatban mindig feltettem egy kérdést Instagramon, vagy többet, sztoriban, és az alapján rakom most össze az outfitjeimet. Ma egy nagyon színes outfitre lesz szükségem. Kis táska kell még, és egy elegánsabb cipő, mármint valami, ami nem sportcipő. Ezt kerestem. Tehát a napomat és a hetemet azzal kezdhettem, hogy az OTP automata benyelte a kártyámat. Méghozzá úgy, hogy még a PIN kódomat sem adtam meg, egyszerűen csak elnyelte. Úgyhogy telefonálgathattam 20 percig egy ügyintézővel, aki segített ideiglenesen letiltani, mert hogyha így nyeli be az automata a kártyát, akkor az sem biztos, hogy teljesen benyelte, hanem lehet, hogy egyszer csak majd így kiköpi, és valaki ott megtalálja a kártyámat, úgyhogy nagyon boldog voltam. Ezt szerintem még csak Instastory-ban mondtam, hogy ez egy nagyon váratlan dolog volt nekünk, hogy kiderült, hogy szinte mindenhol szar a vakolat, ami azt jelenti, hogy több mint 5 tonna sítet vittek el az elmúlt időszakban. Nyilván ez megint plusz idő, plusz költség, de mivel azt szeretnénk, hogy minden a legidőtállóbb és legjobb minőségű legyen, amennyire a pénztárcánkból telik, ezért nyilvánvalóan újra vakoltattuk a falakat. Szóval most itt tartunk. Ezt nézzétek, milyen vara. A háló és a fürdő között eltűnt az átjáró. Kicsit sajnálom, de így sokkal praktikusabb lesz. De már vannak például konnektor kiállásaink mindenfelé, meg villanykapcsoló kiállások. Ez lesz itt a villanykapcsoló, ami direkt van ilyen alacsonyan. Hogyha most itt még a padló sokkal magasabb lesz, mert ugye lesz padlófűtés, még egy réteg beton, és utána burkolat, és úgy pont kézre fog esni, hogyha így bejövünk, és ez nagyon praktikus, mert gyerekek is könnyebben elérik, illetve hogyha tele van az ember keze, akkor térddel is fel tudja nyomni. Szóval direkt ilyen alacsony kapcsoló magasságot választottunk, ez egyébként azt hiszem, hogy Skandináviában elterjedt megoldás. Valamilyen vicces arcmaszkot mindenképpen szeretnék majd az egyik videóba a héten, illetve az egyik nyereményjátékba is. Úgyhogy kikeresem a legcukibbakat. Valamiért nehezen tudom elképzelni, hogy ezeknek rendkívül pozitív hatása lenne az ember bőrére. Zirgasznak is csúrancseppen valami. Kalamári. Összefutottunk Annával, elintézünk pár dolgot, és képzeljétek el, hogy ma, hát ilyen estére, fél hétre van egy SOS időpontom egy körmöshöz, aki most nem a Tici lesz, de ez csak egyszeri alkalom, mert hogy Tici még mindig beteg, és nekem meg ilyenkor borzaszt, tehát hogy amúgy is nagyon gyorsan nőnek a körmeim, de most hosszúra volt hagyva, úgyhogy magamnak le kellett csípni, és most meg undorítóan néznek ki, úgyhogy ez egy ilyen SOS dolog lesz. Ezt egyszerűen nem hiszitek el. Igen, találtunk egy kutyát. Szóval még jó, hogy pont nagyon-nagyon fáztam ma, mert hiába néztem meg az időjárást, alul öltöztem. Ráadásul már elég késő is van, úgyhogy szóltam Somának, hogy mi lenne, hogyha most kivételesen kijönne elém az állomásra,
Képzeljétek el, hogy amikor szálltam le a vonatról, akkor konkrétan miután leszálltam, egy lépéssel szálltak fel az emberek, akik indultak volna tovább puszta Szabolcs felé. És a kutya, ez a kutya, beesett a peron és a vonat közé. És nagyon furcsa volt, mert három fickó volt ott, akikkel így a kutya azt hittem, hogy van, és abból ketten együtt voltak, és egy harmadik külön volt. És szerintem a harmadik ember is, meg a másik kettő is azt hitte a másikról, hogy az övé a kutya. Szóval beesett a kutya, és akkor mindenki csak így nézte. És az egyik srác nagyon lelkiismeretes volt, és láttam, hogy ő is nagyon megijedt. Úgyhogy elkezdtük kicsalogatni. Egyébként egy vászonszatyor van köré rakva, fórász gyalánt, ami eddig nálam volt. Szóval elkezdtük kicsalogatni, és a srác tök bátor volt, mert lemert ugrani így a vonat elé a sínre. Nyilván addigra már szóltunk a kalauznak, meg a mozdonyvezetőnek, hogy egy kutya van a vonat alatt. Kalauz első válasza, ha jó, ha mit tudok tenni, hát induljunk el. Mi van? Szó szerint a vonat alatt van egy állat. Na mindegy, lényeg az, hogy kisalogattuk a kutyát, és kiderült, hogy egyiküké sem a kutya. Úgyhogy megfogtam, hogy gyorsan tudjon szaladni a vonathoz a srác, aki felemelte a sinekről, és rajtam kívül még ketten voltak ott, de ők se tudták hazavinni. Vagyis hát ők nem tudták hazavinni. Ez az én keresztem, bazd meg, hogy... Bocsánat, hogy káromkodok, csak nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ideges vagyok, mármint, hogy nem is... Szóval nem vagyok dühös, egy kicsit dühös vagyok az emberek reakciója miatt, de inkább zaklatottnak mondanám magam. Na mindegy. Szóval ez az én keresztem, hogy tömegközlekedési eszközökön állatokat találok. Kutyákat leginkább. Leolvaskod csippet, aztán kiderül. Igen, már korábban találtunk Battán kutyát, és leolvastattuk a csipjét, és akkor ő hazatalált, szóval... Reméljük, hogy most is ez lesz. Na hát ennyi. Mindig azt hiszem, mindig akkor történik valami ennyire random baromság, amikor azt hiszem, hogy ilyen teljesen nyugis napom lesz. Ja! Hát a slusszpoén az egészben, ott megy egy kutya. Az egy macska. Az egy macska? Jó nagy macska. Szóval egyszeri alkalom volt az új körmös, és vele beszélgettünk így az állatokról, és mondta, hogy van egy keverék kiskutyája, és hogy örökbe fogadta, és akkor mondtam, hogy mi Makit annó találtuk, és erre azt válaszolta, hogy neki olyan fura, hogy emberek csak így találnak állatokat, hogy ez hogy lehet? Honnan? Hát igen, mi egy buszon találtuk, és mennyire random. Ezt a történetet nem emlékszem, mikor meséltem el utoljára bárkinek. Ciga, vigyázz, ne légy rájuk. Legutóbb itt a Training Hotelben olvastattunk Chippet, úgyhogy reméljük, hogy most is van itt valaki, aki tud segíteni. Csak akkor nem volt ilyen késő. Egyébként nagyon szépen sétál. Csinálok egy kávét, és nézzük meg az állatot. Férbúj! Úgy tűnik, jól van. Tiszta pókháló volt, úgyhogy szerintem felfedezte a helyet. Ezt a kenet egyébként csak ilyen raktárnak használják, amíg lomtalanítás nem lesz. Egyébként meg hangját se hallottuk egész éjszaka. Viszont örült nekem, amikor mentem végre érte. Úgyhogy most gyorsan elkészülődök, és elviszem az állatorvoshoz, hogy meg tudja mondani, hogy ki a gazdája, meg mi a neve. Arra nagyon kíváncsi vagyok. És aztán hazajövök elkészülődni. Hát remélem, hogy minden flottó fog menni. Mert mára egyébként azt beszéltem meg anyával, hogy délben találkozunk a Nemzeti Galériánál, és kiállításra megyünk, úgyhogy remélem, hogy ez a terv még továbbra is áll az univerzum szerint. Na menjünk, gyere! Itt a farkas. Fél órás csúszásban vagyok ugyan, de megvan a gazdi, azonnal értejöttek, örültek egymásnak, tegnap tűnt el, úgyhogy, ja és februárban volt oltáson utoljára a kutyus, prücsök egyébként, úgyhogy megnyugodtam, minden rendben van. Most pedig turbomódban elkezdek készülődni, mert a mai napon bent fogok aludni Annánál, és utána holnap is bent fogok nála aludni, ami azt jelenti, hogy a mai, holnapi és holnap utáni
ruhákat is előre ki kell válogatnom a megadott kritériumoknak megfelelően. És még zuhanyoznom kell, hajat mosnom kell, szóval megyek is. A Nemzeti Galériában az Art Deco Budapest Plakátok, tárgyak, terek című kiállítást néztük meg, és nagyon-nagyon jó volt anyával menni erre, nem csak azért, mert mind a kettőnkhöz nagyon közel áll az Art Deco-nak az esztétikuma, hanem azért is, mert konkrétan minden egyes tárgynál mind a ketten percekig tudtunk állni, és minden egyes tárgyat tetőtől talpig végigmértünk, úgy, mint például ennél a kis asztalnál az összes részletét megfigyeltük, úgyhogy nagyon-nagyon élveztük. Pontosan abban a pillanatban, amikor az utolsó simításokat végeztem ezen a vlogon, és el akartam mondani, hogy sajnos már nem látogatható a kiállítás, mire éles lesz a videó, szembe jött velem egy poszt Facebookon, hogy szeptember 25-ig meghosszabbították az Art Deco kiállítást, úgyhogy menjetek és mindenképpen nézzétek meg. Na hát nagyon jó volt a kiállítás, és közben rájöttem, hogy még nem is meséltem a mai szetről, mert ugye egy kicsit csaltam. Ugye a kutya miatt nagyon sok időm elment, és nem tudtam annyira kreatív lenni, úgyhogy utólag jöttem rá, hogy nincsen second hand cipőm, ami nyáron alkalmas lenne hordásra. Kizárólag nagyon kényelmetlen magas sarkuk, illetve téli cipők, úgyhogy a cipőm az nem second hand. A ruhám összes többi része az anyától örökölt, kivéve a táskámat, azt Japánban turkáltam. Na és a másik kritérium a full second hand outfit mellett az extra smink volt, és annyira röstellem, mert ez egy 5 perc alatt összedobott smink, és nem vagyok át túl büszke. Úgyhogy egy... Már le is kopott egyébként. Egy ilyen lett, meg ez a rúzs, ami még egy Kylie lip kit, és szerintem vagy 4 éve nem használtam, vagy maximum ilyen egyszeri alkalommal az elmúlt 4 évben. És már konkrétan annyira száraz... Na erre nem számítottam. Szóval annyira száraz és hámlik, hogy ezt most le is szedem, és felrakok egy fokkal visszafogottabbat, úgyhogy sajnálom. Budapest Dióhéjban. Ez a kedvencem. Jó reggelt, a reggel alatt pedig azt értem, hogy mindjárt dél van. Egyelőre nem a szigetes outfitem van rajtam, vagyis az, amit mára megszavaztatok, mert elszaladunk boltba. Én ma nagyon-nagyon későn keltem amúgy. Az előző vlogban mondtam, hogy kb. 2 hete nem tudok otthon aludni, úgyhogy Annánál kihasználtam az alkalmat, és nagyon-nagyon jól esett. Anna meg dolgozott délelőtt, úgyhogy a lényeg az, hogy most elmegyünk vadászni magunknak valami kaját, utána hazamegyünk, elkészülünk, és irány a sziget. Most a neszeszeremben vagytok. A mai kihívás az egyik az, hogy mármint kinézetileg, hogy valami menő tuszt csináljak, és van a NYX-től egy pár ilyen festékem, ilyen szemhéj festékem, ami ugye krémes állagú, és szerintem ezzel tök szép tusvonalat lehetne húzni, és szerintem szépen le fog száradni, remélhetőleg, és tartós lesz. Úgyhogy most ezt hát először fogom tesztelni, ami lehet, hogy egy fesztiválra nem a legideálisabb döntés, de meglátjuk, úgyhogy ezzel fogok valamit kreatívkodni. Szóval ilyen az első változat, nem tudom, hogy elégedett vagyok-e, mert valahogy a bőrszínemen annyira nem jön ki ez a Barbie rózsaszín, vagy de? Az volt a nagy dilemmám, hogy melyik nadrágot vegyem ehhez a felsőhöz. Ezt egyébként örököltem egy 10-12 éve az egyik rokonomtól, és azóta kb. Egyszer volt rajtam, viszont most úgy érzem, hogy tök jól visszajött divatba, vagy hát így passzol az alkalomhoz. És ez volt az egyik nadrág, amit néztem hozzá, ami egy ilyen kicsit áttetsző anyagú trapéz nadrág, de végül emellett döntöttem, mert valahogy úgy érzem, hogy extra beaszett, viszont nem is bánom, hogy így döntöttem, mert közben megnéztem ezt a nadrágot, és konkrétan mindenhol cérnák lógnak belőle. Egyébként a mai feladat az volt, hogy valami extrában menjek a szigetre, és ne valami sportos, laza szedben. Tehát a másik dilemma az a kiegészítő volt. Tegnap ugye ez a táska volt rajtam,
És ez tök jól passzolna ezzel a szemüveggel, ami szerintem nagyon jól megy ehhez az outfithez, ilyen extra és kicsit retro. Viszont úgy ítéltük meg, hogy ez egy kicsit ilyen városi. Nem tudom, nem egy szigetre való. Ezért ez a szemüveg lesz ezzel a táskával. Ja, és a kedvenc kiegészítőm az ez, amit a múlt héten kaptam Attilától. Egyébként ez egy nyaklánc, de nyakláncként kicsit soknak éreztem. Úgyhogy felraktam ide, és ez most azért aktuális, mert a Disney Plus-os kitelepülést is meg fogjuk nézni a szigeten. Úgyhogy ő a kedvenc kiegészítőm ma. Toj-toj gondolatok. Szokatlan, hogy nem kell lehúzni a vécét magam után. For so long, I've been trying to get you out of my head, oh yeah, but somehow, I always seem to wake up in your bed, baby, if we talk... Megérkeztünk a szigetre, lett egy nyaktetkó, és utána meghallgattuk a Milky Chance. Igazából miattuk akartunk nagyon-nagyon a mai napon jönni. És most kimegyünk az Oceanhoz, már mindjárt ott vagyunk igazából, mert Dua Lipáig, aki a következő nagy durranás, még van egy jó másfél óránk, nem? Majdnem kettő. Úgyhogy valamit iszogatunk, eszegetünk, és aztán visszamegyünk. Egyébként a baráti társaság nagy része itt lesz a mai napon, úgyhogy hamarosan összefutunk velük is. For so long, I've been thinking that we're more than just. Azt hinnéltünk, gyerekek, én már csak egy félkarú óriás vagyok. A hangunkat akarom felvenni, jó, amúgy. Jó. Hát ilyen kis, van benne egy kis ilyen raspy. Nekem teljesen jó. Ez kifejezetten jó ez a toka, ennek az hogy nincs tokád. Csináld már, légy szíves, úgyhogy legyen helyes. Azt írják, hogy nincsen toxin. Hány óra van, fél öt? Csak most már hazasétálunk. Segítség! Hát akkor csodás reggelt kívánok. És egyben jó éjszakát. Hát a csütörtökünk egészen érdekesen kezdődött, mert elindultunk otthonról Annával, és gyakorlatilag beragadtunk a Mester utcába, mert az egyik oldalon történt valami baleset, ami miatt nem tudott járni a villamos arra, amerre nekünk menni kellett volna. A másik irányban pedig verekedett két ember. Fú, hát a mai napon meglepően jól vagyok, pedig kb. 3-3 és fél órát aludtam. Ó, itt egy nagy zöld szöcske. Mindjárt kirakom az ablakom. Szóval 3-3 és fél órát aludtam, viszont nem fáj a fejem, nem vagyok másnapos, nem vagyok rosszul. Egyedül a torkom az, ami teljességgel ki van. Szóval üvöltöztem is nyilván, mármint, hogy így énekeltünk, tomboltunk a koncerteken, meg a bulikon, de szerintem a por az, ami nagyon hozzáad ahhoz, hogy kvázi használhatatlan a beszédhangom, bár arra számítottam, hogy ma meg se fogok tudni szólalni, úgyhogy ahhoz képest mindenképpen jobb. Egyébként már este van, és pont azért nem jelentkeztem be egészen eddig, mert bár keveset aludtam, de nem sok minden történt a mai napon, de azért a mai szett is megvolt, 90-es évek inspirálta outfit, bevágok egy pár képet, hogy mikből inspirálódtam. Igazából minél többet nézegettem 90-es évekbeli képeket,
annál nehezebben tudtam egy jól elkülöníthető, arra az időszakra jellemző outfitet összerakni, főleg, hogy sorra jönnek vissza azok a trendek, amik korábbi évekre vagy évtizedekre már jellemzőek voltak, és ezért egy csomó inspirációs kép már napjainkban készült, vagy egy korábbi időszakban, amikor már egyszer visszatért az a divat, az a stílus, az az irányzat, úgyhogy nehéz volt jól megbízható képeket találni hozzá, de ezt raktam össze, amit ma láttatok rajtam, és igazából tetszik is magamon, meg Somának is nagyon tetszett, meg is dicsérte külön. Ez a ruha, ami rajtam van, ez egyébként kb. 10-12 éve megvan, és azóta pont kb. 10-12 kilót híztam. Szóval nagyon meglepődtem, hogy még ilyen kényelmesen rám jön, ahol éreztem, hogy picit kicsi, az a hossza, mert hogy bár nem nőttem azóta, de nyilván egy kicsit feljebb csúszott, ahogy jobban kitöltöttem a ruhát, és nagyon becsapós, mert hogy az alja ugye csipke, és nagyon sokat kellett húzkodnom, hogy ne legyen kint a fenekem, mert kevésbé éreztem, hogy amúgy ott már áttetsző ugye az anyag. Szóval jól éreztem ma magam, meg jól érzem ma magam, de mindenképpen időben le fogok feküdni, mert hogy holnap is megyünk a szigetre, és a holnapi napot is nagyon-nagyon várom, főleg a tegnapiból kiindulva. Ja, hogy pár szót beszéljek a tegnapi napról. Nagyon-nagyon jó buli volt. Szerintem felvételeken egyáltalán nem jön át, hogy mennyire jól éreztem magam, mert egyszerűen egy jó bulit nem nagyon lehet levideózni, és hát szerintem legközelebb holnap találkozunk, mert ma már csak magammal foglalkozom. Ja, basszus, ezt akartam még nektek megmutatni. Szóval, hogy tegnap már vécézésnél láttam, hogy így néz ki a nadrágom, mert ugye nagyon sötét volt mindenhol, de a tojtojban világítottam, hogy lássak is valamit. Szóval már feltűnt, hogy elég koszos a nadrágom kívülről, és nyilván ez is a pornak köszönhető. Szóval, hogyha a hangomból nem lennétek elég biztosak abban, hogy nagyon szállt a por, akkor itt van ez. Viszont a gatyám belseje, az konkrétan még brutálisabb. Gondolom itt némi izzadsággal is keveredik, meg ilyesmi, de hogy miért pont itt lett ennyire koszos, azt mondom, hogy nem tudom. Minden esetre brutális. Honnan veszed, hogy kértél valamit? Nem csak észre bűtött, hogy most meglepem a Somától. Amúgy meglátod. Az volt a tervem, hogy veszek egy eldobható fényképezőgépet, odaadom Somának, és megmondom neki, hogy kötelezően el kell lőnie ma az összeset. És sehol nem találtam, aztán Attila mondta, hogy a West Endben van. Úgyhogy itt volt, viszont itt is csak fekete-fehér filmes. Szóval meglátjuk, hogy milyen. Ezt a mai este folyamán el kell kattintanod. Az összeset. Lol. 36 kép. Csak fekete-fehér volt, úgyhogy ilyen művészi képeink lesznek. És nekem kell megcsinálni őket? Az összeset. Berakod a zsebedbe, bármikor előveszed. Én tudom a kézei, mit fogsz venni, nagyon vicces. Tetszik. Nagyon jó. Hát hangom nem lett sokkal több, de már megérkeztünk a Hotel Barcelóba. Most megyek készülni, mert nincs rajtam smink egyáltalán, mert itt lesznek, vagyis vannak sminkesek, meg fodrászok. Úgyhogy kitalálom valami extra. Jöhet a smink. Csak azt nem vett fel, hogy kiállok. Jó. Hát hangom az újfent nincsen, de egyébként a tegnapi nap is nagyon jó. Hát jó lett volna, én inkább azt mondanám, mert nagyon jól indult. Nagyon jól éreztük magunkat a Nix-es közös készülődésen, utána a Skyboxban is, mert onnan tudtuk megnézni a Stromae, nem tudom ki, hogy ejti, koncertnek a... Nem is tudom, mikor értünk be, talán a felét, meg a Justin Bieber koncertet. Viszont amikor vége lett, akkor átmentünk Krúbira, és
a többiek, mármint hogy kettesben voltunk a Csomával, és a többiek pedig eltűntek, mert nem voltak nagy Krubi rajongók, és Dávid, Karin Dávidja és Soma közösen ittak, amíg mi bulisztunk Justinra, és sajnos nem igazán tudtak mértéket tartani. Úgyhogy én már ott azt hittem, hogy vége lesz az estének, de aztán nem, hanem a Krubi után valahogy Somával elkeveredtünk a szigetnek a legtávolabbi pontjába. Fogalmunk sincs, hogy hogyan, csak így sodródtunk a tömeggel. És onnantól kezdve elveszítettük a többieket, és van, akik hazamentek, és nem tudom, úgyhogy nekem ott kezdődött volna a bulizás, és közben ott lett vége az estének sajnos, pedig annyira jó lehetett volna. Ha másnapos vagyok, akkor mindig sushit kívánok. Viszont ha fáradt vagyok, beteg vagyok, fázom, fáj a torkom, bármi ilyesmi van, akkor mindig a Flower Style Wokbáros tengergyümölcse is ráment kívánom. És mivel eddig itt laktunk, ezt láthattátok már egy videóban, ezért mindig be is tudtam magamnak szerezni, és szerencsére most is ma hajlandó volt eljönni velem. Ő egyébként posztás tisztát vett, de felét annak is életemnek. Úgyhogy most benyomok egy kifagyit. Rózsa ribizli limonádé és citromos jegestea. És a citromos jegesteát már kóstoltam máskor is, iszonyat finom. Megkóstoltam. Én ennek annyira örülök, hogy most már van a mozikban. Mint semmi másnak. Bejöttünk vásárolni, és kb. Hónapok óta elfelejtek mindig csilit venni, úgyhogy most beszerzek többféle csilit is. Amúgy meg ma újfent Soma fog főzni, és nem én találtam ki, hanem ő. És megtanítok neki egy új receptet, amit még nem készített. Ilyen sült krumplit fogunk csinálni darált hússal. Kicsit ilyen amerikai jellegű, ilyen chili fries. Igen. Ilyen loaded. Nem, mert az meg a potato. Na mindegy, értitek. Majd meglátjátok. Na hát, mint látjátok, mára nem voltak nagyra törő terveink, mert gondoltuk, hogy eléggé fáradtak leszünk. De egyébként megint csak sokkal jobban vagyok, mint számítottam rá. Mármint, hogy nem is az, hogy mint számítottam rá, hanem mint egy átbulizott éjszaka, vagy egy fesztivál után az ember gondolná. A mai szedben annyi kihívás volt, hogy egy kicsit későn raktam ki a sztorikat, így amikor elindultam itthonról, bepakolt táskával, amiben a másnapi ruhám is volt, még nem tudtam biztosan, hogy nadrágot vagy szoknyát akartok-e rajtam viszont látni, úgyhogy meghekkeltem a rendszert, és egy olyan szoknyának kinéző nadrágot raktam be, ami szoknyának néz ki, de nadrág. Ezt jól elmagyaráztam, de remélem értitek a lényeget. Megnéztük a moziban, megint elfelejtettem a magyar címét, a Gyilkos vonat, azt hiszem, című filmet, borzasztó volt, mind a ketten gyűlöltük. Olyan volt, mint egy Guy Ritchie meg egy Tarantino film paródiája együtt. De mindegy, nagyon kíváncsiak voltunk rá, úgyhogy végül is megérte. Plusz Somával azt terveztük, hogy a hétvégét most így 100%-ig együtt töltjük kettesben, mert nem tudom, szerintem a stabil párkapcsolat egyik alapja az a minőségi együtt töltött idő, szóval szeretünk ilyenkor közös programokat csinálni, amikor már egy ideje így nem lógtunk együtt úgy aktívan, vagy kettesben úgy aktívan. Most nekiállunk a főzésnek. Meglátjuk, hogy hogy megy Somának. Kiindulva a görögországi útunkból, szkeptikus vagyok. De a fejlődés, illetve a fejlődésre való törekvés a lényeg. Úgyhogy megyek is lesegíteni neki. Csak átöltözöm valami kényelmesbe. Jó. Nem van csúszva teljesen amúgy a körről. Oh. Tehát én úgy csinálom, hogy egy réteg krumpli, egy réteg sajt, hogy ráolvadjon, és egy réteg ilyen ragú, ami nem néz ki túl jól, de nagyon finom. Még egy kis sajt, és akkor most a tetejére még egy kis tejföl és koriander került. Egyébként legutóbb majonézzel lettük, és nekem úgy is nagyon ízlett. Nagyon jó vagy, Tica, már ezt is meg tudod főzni. A mai feladat az volt, hogy válasszak egy stílus inspirációt azok közül a hírességek közül, akiket ti írtatok, és eleinte nagyon kacsingattam Zendaya felé, de aztán rákerestem, hogy ő miket hord a hétköznapokon, amikor nem egy stylist választja ki a szettjét, és nem egy rendezvényre megy, és rájöttem, hogy nagyon basic dolgokat visel, ami szerintem egyáltalán nem probléma, főleg, hogyha
Az esetek 90%-ában a világ legmenőbb tervezőitől a legmenőbb ruhákat viseli, amiket a legmenőbb stylistok választanak ki, viszont nem éreztem elég nagy kihívásnak, és nem éreztem elég kreatívnak sem. Úgyhogy végül úgy döntöttem, hogy egy férfit választok magamnak, aki pedig Tyler the Creator lett, és szerintem nagyon jól sikerült az outfit, teljesen visszaadja számomra azt a hangulatot, amit az ő képein szoktam viszont látni. És egyébként, amikor megkérdeztem sztoriban, hogy szerintetek látszik-e, hogy kit utánoztam, akkor nagyon sokan kitaláltátok, viszont mellette nagyon sokan tippeltetek Emma Chamberlainre is, és nagyon vicces, mert nem éreztem úgy, hogy ez a szett hasonlítana az ő ruháihoz, viszont amikor megnéztem az Instáját, akkor konkrétan a feedjében a második képén pontosan egy ehhez hasonló szettben volt, úgyhogy végül is ez is igaz. Na hát a mai napra beidőzítettük ugye a Matisse kiállítást, és majdnem nem valósult meg a program, mert képzeljétek el, hogy Szászhalombattán még az utcánkban konkrétan felfelé, a vasútállomás felé elestem a rollerrel, amire korábban soha nem volt példa. Egyébként magamnak köszönhetem, mert kalapban kezdtem el rollerezni, és tudtam, hogy le fogja vinni a fejemről a szél. Pontosan abban a pillanatban, amikor gondoltam rá, hogy akkor szépen lassan lefékezek, mert általában úgy megyek, hogy padlóig vagy tövig nyomom a gáz, vagy hogy mondjam, mert nem mennek azért olyan nagyon gyorsan. Szóval pont akkor, amikor gondolkodtam rajta, hogy szépen lassan lefékezek, akkor levitte volna a fejemről a szél, szóval utána kaptam bal kézzel, de én hülye, bal kéznél van a fék, szóval nem tudtam közben szépen lassan fékezni, és ahogy visszakaptam a fékhez, úgy elvesztettem az egyensúlyomat, szóval ott már benyomtam a féket, de addigra már így döltem el, és akkor lepattantam róla, és futottam mellette, és leálltunk, és így eldöltünk. Szóval egészen szép voltam úgy, egészen korrekt érkezés volt. Igen, soma azt mondtam, meg kell, hogy dicsérjem. De magamnak köszönhettem, szóval annyira mégsem volt szép. De a lényeg az, hogy a jobb térdem megsérült valahogy, nem tudom pontosan, hogy szerintem csak rosszul léptem, szóval nem ráestem, vagy ilyesmi, úgyhogy most a jobb lábam egy picit fáj. Soma szerint látszik, hogy fel van dagadva, szerintem amúgy nem. Viszont a nagy ijedelemre vettem magamnak egy strawberry acai refresh-át. Én ezekben a refresh-ekben egyszerűen szerelmes vagyok, konkrétan imádom őket. És most már sétálunk a Szép Művészeti Múzeum felé. Direkt egyel hamarabb leszálltunk, mert olyan szép ez a környék, hogy miért ne sétálgassunk itt egy kicsit. Még mindig itt is hangod. Ja. Igen, amúgy egy kicsit olyan vagyok, mint egy mutáló tinédzser, nem? Ja. Na jó, találkozunk a kiállítás után. Nekem nagyon tetszik. Mit gondolsz a kiállításról? Nem az én stílusom. Mármint Matisse? A kis duncsina találtam. Kezdtek rájönni, hogy ezek a szép művészeti is kiállítások olyan szárazak. Valahogy hiába egy teljes élet munkáját próbálják bemutatni, és hiába vannak szerintem tök érdekes részei, valahogy így nem volt túl izgalmas őszintén. De elvileg ez volt az első Matisse kiállítás, önálló Matisse kiállítás Magyarországon, ami durva. Igen, meglepő. Épp azt magyaráztam Somának, hogy onnan tudom, hogy nem volt túl jó ez a kiállítás, hogy kijöttünk róla, beszéltünk két mondatot, ugyanezt a két mondatot elmondtam vlogban, és azóta szóba se jött. Szóval szerintem egy olyan kiállítás, ahol kijössz, és utána nincs kedved róla beszélni, vagy nincs mit mondanod vele kapcsolatban, az nem annyira jó. Az első számú dobozért tehát itt YouTube-on tudtok jelentkezni, méghozzá úgy, hogy feliratkoztok és megírjátok kommentben a videó alatt, hogy ti kitől, mitől, hogyan szoktatok inspirációt gyűjteni az öltözködésetekhez, ez lehet egy személy, egy applikáció, vagy bármi más is. A második számú doboz megnyeréséhez pedig menjetek át Instára, kövessetek be, keresétek meg a vasárnapi szettel készült fotót a Szép Művészeti előtt, és írjatok alá legalább egy emojit. Ennyi, kész is! Meg volt a stream, megkajáltuk a tegnapi Soma által főzött ételnek a maradékát, és most bekenni a lábamat, valamint a térdemet. Úgyhogy szerintem ennyi volt ez a nap, és ennyi volt ez a kaotikus hét. Szóval köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és ne felejtsétek el, hogy ezen a héten minden nap van videó. Buzi!